Szeretettel üdvözlöm a Daganatos Betegségek negyedik részének látogatóit. Ebben a részben folytatjuk a lehetőségek bemutatását. A spiroterápia vagy légzésterápia a legolcsóbb, hatékony, egészségmegelőző és megőrző módszer. A vért oxigénnel telíti, mint emlékszünk, a daganatok utálják az oxigént. A vér pH-ját is semleges, enyhén lungos tartományban tudja tartani. Fontos, hogy lehetőleg tiszta levegőn végezzük, smogos városlakók a hajnali órákban végezzék, és használjanak ki minden lehetőséget, amikor erdőben vagy víz mellett vannak, egy kis légző gyakorlatra. Lényege a teljes kilégzéssel kezdés, hasbehúzással és lassú feltöltés, először a hasfal ellazítása, majd a középső rész, végül a vállak felemelésével a tüdőcsúcs feltöltése levegővel. Majd kifújás, válleengedés, kilégzés, végül a hasfal teljes behúzása. A teljes jó kilégzést végezzük. Az avemár természetes anyag, búzacsirából készített gyógyhatású anyag. Az egészséges szövethez képest a rákos sejtek anyagcseréje felgyorsult, különösen felfokozott szőlőcukor felhasználással és jelentős mennyiségű tejsav termeléssel jár. Az avemár gátolja a rákos sejtek szőlőcukor felvételét, továbbá befolyásolja a tejsav képződést és csökkenti a rákos sejtek alternatív energiaellátását biztosító folyamatokat is. Mindeközben elősegíti a zsírképződést és gátolja a rákos sejtekben az örökítőanyag, a DNS szintézisét. Magyar kutatók fedezték fel, hogy a búzacsira anyagainak biotechnológiai enzimes átalakításával rákellenes hatású, szájon át adható kivonat nyerhető. Az avemár többféle tumor ellenes hatással bír. Ami nagy előnye, hogy a saját védekező rendszerünk képes felismerni és elpusztítani a daganatos sejteket az avemár alkalmazásával. A Culevit daganatellenes készítmény a programozott sejthalállal, az apoptózissal operál. Kulcsár doktor szerint az a korábban ugyancsak ismert tény a megoldás kulcsa, hogy az egészséges sejtek a keringési rendszerben található anyagokból csak az életműködésükhöz szükséges mennyiséget veszik fel, a tumorsejtek azonban korlátozás nélkül halmozzák fel ezeket az anyagokat. Így a tumorellenes védekezés biztosító anyagok is olyan nagy mennyiségben juthatnak a tumorsejtekbe, hogy azok a kóros sejtek pusztulását okozzák. Hatásos lehet a deutérium szegény víz fogyasztása. Dr. Somjai Gábor biológus kutató fedezte fel, hogy a csökkentett deutérium tartalmú, vagy a deutérium mentes víz igazán sok egészségügyi előnnyel rendelkezik, hiszen tudományos vizsgálatok támasztották alá, hogy a deutérium megvonás képes megelőzni a daganatok kialakulását, csökkenteni azok nagyságát és lelassítani a növekedésüket. Már Magyarországon is kapható a Preventa termékcsalád, melynek egyik összetevője a Magyar Világszabadalom alapján létrehozott forradalmian új hatóanyag. Ez az anyag segít a daganatos megbetegedések kialakulásának megelőzésében és azok gyógyításában is fontos szerepet játszik. A Preventa hatása klinikai vizsgálatokkal igazolt, és használata teljesen biztonságosnak mondható, semmilyen mellékhatással nem kell számolni. Már kapható a Preventa 65, 85, 105, 125-ös, a normál csapvíz kb. 150-es, úgyhogy kérje szakember segítségét, hogy miből mennyit fogyasszon.
reflexológia és egyéb természetgyógyászati kezelés. Már a probléma elején jelezhető az állapotfelmérésnél, hogy valami gond van, és talán ki sem fejlődik a daganat, ha időben lépünk. Később is alkalmas lesz jelzésre, valamint kezelésre is ez a módszer. Például van akupresszúrás immunrendszer erősítés, fájdalomcsillapítás. Irisdiagnosztika és fülakupresszúra is jelezheti a daganatot még kezdeti stádiumban. Akupresszúrás tumorjelző pontok is vannak. Mutatok egy kevéssé ismert és eléggé megosztó módszert. Ez az urinoterápia vagy vizeletterápia. Sokan óckodnak ettől a módszertől, de aki a betegségétől akar szabadulni, joga van tudnia róla, rá van bízva, hogy ki akarja-e próbálni. A vizelet tulajdonképpen szűrt vér, az alakos elemeket, a sejteket, fehérvérsejt, vörösvértesteket, a vese első körben kiszűri. A vérző ujját bárki gond nélkül lenyalja, a vizelettől undorodik. Ha leküzdi az undort, rájön, hogy ugyanolyan íze van, mint a vérnek, enyhén sós. Energetikai szempontból a vizelet az emberi test pontos hologramjának is tekinthető, vagyis a testfolyadékok összes információja a vizeletben is megtalálható. Egy csepp vizeletben 1 billiárd antitest található, milliárdnyi antitest típus formájában. Amolyan ébresztőként fogható fel a hatása, elsőre meghökkentő, de keleten elfogadott és alkalmazott terápia, például a saját vizelet ivása. Szelidebb módszere is van, hogy például a reggeli középső vizeletből 2-3 csepp a nyelv alá. Amikor a vizelettel együtt a benne lévő információ is áthalad a torkunkon, az ott lévő apró kis érzékelők elemzik azt, és ezek után aktiválódik immunrendszerünk a betegség legyőzése érdekében. Tehát a betegség természetének megfelelő immunválasz az agyból érkező jelzések hatására jön létre. A cannabis olaj a növény virágjából, leveléből kivont, koncentrált, szájon át bevehető készítmény. Több száz tudományos vizsgálat kimutatta, hogy a kannabinoidok hatékonyak szinte bármely betegség ellen. Gyulladás csökkentő hatású, számos betegség tüneteinek az enyhítésére, az idegrendszerre és immunrendszerre pozitív hatással lehet. Segíthet a fájdalomcsillapításban és a stresszoldásban. Az orvosi petroleum mindenek előtt a rák, daganatok, áttétek, prostatabetegségek, cukorbetegség, gyengeség, gyermekbénulás, ízületi reuma, közfény, bélelzáródás, leukémia, vérszegénység, máj, epe, bél, emésztési zavarok és sok más megbetegedés gyógyítására, vagy azok jelentős enyhítésére alkalmas. Az ismert rákutató a petroleum általi gyógyulást így magyarázta. 1936 és 40 között folytatott kutatásaim alapján bizonyságot nyert, hogy a rákos sejtben koleszterin észterifikáció következik be, és ezeket az észtereket a petroleum feloldja, miáltal a sejt képes magát regenerálni. A daganat fajtájától is függően még sokféle gyógymód létezik. A hivatalos orvoslás is kutat ezerrel. Reménnyel kecsegtet a biológiai gyógymód, bár egyelőre nem mindenkinek és nem minden daganatfajtára alkalmazható. Addig is nézen utána, és több frontos támadást intézen egészsége érdekében. Elsőként a már említett lelki hiányállapotot, a veszteséget szüntesse meg, mert a természet nem tűri az ürességet, oda tesz valamit, például egy daganatot.
Ha a DNS javító munkát szeretnénk segíteni, hallgassunk olyan frekvencián zenét. Ez alatt a kisfilm alatt is ment. A neten találhat. Köszönöm, hogy velem tartottak ezen a kis utazásom. Ha később is velem tartanak, kövessen a csatornámon. Ha kérdése van, a megjegyzéseknél jelezheti. Jó egészséget, illetve gyógyulást kívánok!